Az igazság fáj. Persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli. Nos, ahogy beharangoztuk, folytatjuk tovább egy kis energetikával, de most az otthonunkba. E, ugyanis azt fogjuk megvizsgálni, hogy okos otthon megoldásokkal hogyan lehet energia hatékonyságot elérni, javítani. Benkó Csaba segítségével tesszük mindezt a Schneider Electric termékmenedzserével. Szervusz, jó reggelt! Szervusztok, jó reggelt! Jó Köszöntök reggelt. mindenkit! Na, hát nem tudom, hogy, hogy lehet ezt elkezdeni. Ugye az okos otthon koncepció nagyon sok mindent foglal magába a szokásos digitalizációs dolgok, érzékelők, vezérlők gyakorlatilag, amik, amik próbálják hatékonyabbá tenni az energiafelhasználást az otthonainkba. Ha nekünk ez nincs, és most mondjuk éppen energiahatékonyságot javítanánk, mert mindenki ezen van. Éppen Szó felújítanánk a kádárkockánkat, szépen uh, beurkolnánk és szeretnénk okos otthonnál alkalmassá így van, van a, a, a kezdetektől, tehát valami minimumtól, amit már lehet érzékelni az energiajavulásban egészen a csúcsig hogyan, hogyan, működik ez, hogy fejleszthető egy. Hát az okos otthonok nem csak felújítás esetén jelenthetnek megoldást, hanem új építés esetén. Tehát azt szokjuk mondani, hogy ez az okos otthon megoldás, az egyszerű okos otthon megoldás bárki számára elérhető, mint azok számára, akik újonnan építenek. Hát az, valamit, az egyszerű, hogyha már olyanra csinálják, nem? Persze, tulajdonképpen ezek a rendszerek nem egy olyan Különleges specifikációjuk, uh -huh. ami ö, nem megvalósítható esetleg a hagyományos villanyszerelés ö, kivitelezésével. Tehát azt szoktuk mondani, hogy a villanyszerelő kollégáknak nem igazán kell sok minden más csinálni, mint hogyha normál kapcsolókat, normál ö, érzékelőket vagy bármit beépítenének, hiszen ö, ez a rendszer alkalmas arra, hogy ö, a, a hagyományos ö, rendszerünket felokosítsuk, és ezáltal energiahatékonyá, kényelmesebbé és biztonságosabbá tudjuk tenni az otthonunkat. Igazából arra szoktam ö, javaslatot tenni az érdeklődők számára, hogy ha lehetőség van, akkor ö, bár mostanában már egyre több villanyszerelő kollega figyel arra, hogy a nulla vezető ott legyen minden kapcsolónál, tehát ez az egyik tippem, hogy ha valaki ilyenben gondolkodik, akár felújítás esetén, akár új építés esetén erre figyeljen, illetve a mélyített dobozok is hasznosak tudnak lenni a könnyebb kivitelezés érdekében. Tehát nem egy ördögtől való dolog, egy egyszerű sima villanyszerelő is meg tudja valósítani a rendszer kiépítést, nekünk nem kell több százezer forint, vagy több uh -huh. milliót kiadni azért, hogy egy rendszer integrátor ezt a rendszert kiépítse. azzal tudok okosítani, hogyha mondjuk a meglévő termosztátumot lecserélem egy olyanra, amit, ami mondjuk egy wifi is, és akár a telefonomon keresztül a nap időszakhoz tudom igazítani, mondjuk a tipikus, ugye, hogy hazamenetel előtt egy picit rádurantok. Alapvetően egyébként nem feltétlenül kell hozzá wifi-s termosztát, hanem az egyszerű programozható termosztát is elég, hiszen a napi bioritmusomnak megfelelően tudom beállítani, tehát a reggel ébredés előtt a hőmérsékletet már ha? a rendszer elkezdi felfűteni, otthon tartózkodok, utána mielőtt elindulok otthonról, lejjebb veszi, napközben nem tartózkodom otthon, délután négy óra, 5 óra környékén megint egy picit emel a hőmérsékleten, este, amikor fürdési időszak van, akkor egy, megint egy picit emelkedik, és éjszakára leveszi a hőmérsékletet. Tehát önmagában egy úgymond buta, de programozható termosztát is meg tudja ezt valósítani. Nyilván az okos termosztátnak az a legnagyobb előnye, hogy az okos otthonhoz csatlakoztatható, tehát egyéb kényelmi funkciókkal egybe kombinálható. Tehát, és, 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 és ha fűtésre gondolunk, vagy hűtésre gondolunk, akkor mindenki csak a, a termosztátra gondol, de igen, nagy szerepe van például a redőnyöknek, egy motoros redőnynek is. És ezt akartam ne, mondani, nem pont, pont, hogy gyakorlatilag ez ember. a két dolog talán, ami, ami amivel a legnagyobbat lehet hasítani a fűtésnek az okos szabályozása és az árnyékolás technika. Tulajdonképpen az árnyékolás technika is a, a fűtés hűtésben aktív szerepet vállal, hiszen nem is Gondolnánk, de akár 12%-os energia ö, megtakarítást is tudunk ö, azzal realizálni, hogyha okosan használjuk a, a meglevő árnyékolóinkat. értemszerűen nyáron, ha nagyon meleg van, akkor a helyiség hőmérsékletét ö, természetes módon az árnyékolással tudjuk picit kordában tartani egy bizonyos körülmények között, illetve télen, hogyha a kinti hőmérséklet kellően alacsony, akkor ez egy plusz szigetel is tud nyújtani a, az ablakunknak. Tehát alapvetően a redőny az nem csak árnyékolásra, hanem akár a fűtés szabályzásra vagy rásegítésére is egy, egy nagyon jó megoldást tud kínálni. Hadd tegyek föl egy álnaív kérdést. Mi van akkor, amikor én Mondjuk, égve felejtem a villanyt. Hát nagyon sokan vagyunk így, hogy égve felejtjük hát, a, a van villanyt. egy mém, ugye, a beszélgetnek a, a, a hajléktalanok, és kérdezi az egyik a másik, hogy mi hát egy rossz házasságvállás, nem, égve felejtem ja. a villanyt. Igen. Hát most ezen nevetünk, de sajnos eléggé pénztárcába vágó kérdés tud ez is lenni hiszen a feleslegesen elfogyasztott energia még inkább növeli a, a, számlánkat, és az okos otthon megoldások erre is nagyon jó lehetőséget biztosítanak, hogy ilyen eseteket kiküszöböljük. Akár, hogy otthonról mielőtt elmegyünk egy gomnyomással áramtalanítani tudjuk nem csak a világítási köröket, hanem mondjuk olyan nem kritikus fogyasztókat, ami nem szükséges, hogy, hogy akár csak standby üzemmódban is maradjanak az otthonunkban. Uh -huh. És hát azt lehet mondani, hogy persze néhány száz forintos megtakarításról beszélünk mondjuk készüléken, készülékenként, de. Sok kicsi sokra megy mint Persze az összeadódik a havi szinten, a havi az éves szinten, és akkor már is látható. De mondjuk válik. egy olyan működhet, hogy én megnézem applikáción például, hogy mi, milyen fogyasztón megy adott. Persze, az okos otthonoknak alapvető tulajdonsága az, hogy távolról, mobiltelefonról lehet vezérelni vagy ellenőrizni az állapotot. Én azt mondom, és azt szoktam mondani, hogy míg régen a az infrás vagy rádiós távirányítóval vezéreltük a rendszerünket nyilván otthonról. Ennek a szerepét most az ö, okos telefon és az applikáció vette át, köszönhetően a szélessávú internet elterjedésének. Tehát a, az okos rendszernek az egyik kulcs felülete tulajdonképpen az applikáció, amin, amin ahogy említettem, automatizációkat, szenáriókat, hangulatokat, illetve különböző készülékbeállításokat el tudunk végezni, magyarul a rendszert programozni is tudjuk. És nem kell keresni a távirányítót. Mert Még mindig hozzá. kéznél Igen, van, így bizony. Van, így van, csak a telefont nem kell otthon hagyni. Jól érzékelem, hogy az nem olyan, nem olyan rumlis átalakítás, hogyha ilyenhez fogunk. Tehát ez, ez kell egy kis pénz nyilván beletenni az eszközökbe, de nem jár nagy felfordulással. I ilyen. Így van, ahogy említettem, ha valaki ilyenben gondolkodik, hogy szeretne egy picit plusz kényelmet, biztonságot, illetve energiahatékonyságát az otthonába, akkor néhány tízezer forintos, vagy inkább mondjuk százezer forintos beruházással már egy olyan rendszert lehet kialakítani, ami az egész Alapvető életünket kényelmesebbé, biztonságosabbá, illetve energiahatékonyabbá tudja tenni, azáltal, hogy a meglevő mm. kapcsolókat kicseréljük intelligens kapcsolókra. És nem kell külön szakít hívni, hanem a jó, ismert villanyszerelő ismerős barátot mm. meg lehet kérni, hiszen nem bonyolultabb a bekötése és a telepítése, mint egy hagyományos kapcsolói dimmeré. Egy utolsó kérdés, hogy milyen. milyen trendek, tendenciák látszódnak az okos otthon megoldásokban. Ugye erről sokat beszélünk, ezt már szerintem sok hallgató ismeri ezeket a megoldásokat, még ha nem is jutott el odáig, hogy beépítse, vagy beépítesse, de mi látszik, hogy mifelé megy ez az iparág, mit, mit, hát mit hozhat a jövő? Alapvetően folyamatosan fejlődik ez a rendszer, folyamatosan fejlesztik a fejlesztő kollégák, és minden olyan funkció, ami, ami az embereknek a kényelmét, biztonságát, vagy az a, a lakásunk energiahatékonyságát tudja biztosítani, az egyre bővebb kínálatban jelenik meg. Itt például kiemelném, hogy manapság nagyon fontos, és sokak számára kulcskérdésé vált a fogyasztásmérés és az ilyen okos otthoni megoldásokban például egy okos dugaj segítségével lehet fogyasztást mérni. Hagy mondjak egy személyes példát, egy nagyon jó barátom próbálta ki az okos otthonába egy ilyen dugaj adaptárrel, elkezdtem mérni a nagy fogyasztóknak a, a napi fogyasztását, és néhány hét után arra a következtetésre jutott, hogy a 20 éves hűtőjét bizony érdemes lecserélni, hiszen több kilowattot evett meg naponta, ami abszolút nem mondható energiahatékonynak, és miután megtörtént ez a készülék csere, azután nyolcadára esett vissza a fogyasztása, annak a funkciónak, mondjuk most egy hűtőről beszélünk, ami azt gondolom, hogy igen, jelentős megtakarítás. Tehát az emberek manapság igenis odafigyelnek, hogy érdemese lecserélni azokat a régi készülékeket, hiszen lehet, hogy pillanatnyilag egy plusz befektetés, egy plusz kiadás, de hosszú, de hosszú távon, távon megtérül, megtérül mindenképpen. Így. És ez az egész okos otthonra azt lehet mondani, hogy igaz, hogy rövid távon egy plusz kiadás, de hosszú távon mindenképpen megtérül, tehát nem rövid távban gondolkodjunk. Ez nem olyan, mint ugye az előző téma a napelem, hogy ott Igen. megvan, hogy mi megy be, mi jön ki, hanem itt azért plusz dolgokról beszélünk, és ne felejtsük el az, hogy az okos otthon, az pedig egy értéknövelő beruházása is az otthon. hozzá, plusz, így van. Csaba, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk köszönjük ezekről. Szépen. Én is köszönöm, hogy itt Jó láttam. munkát, szép napot neked a továbbiakban, Benkó Csabával, a Schneider Electric termékmenedzserével beszélgettünk az okos otthonokról, illetve az okos otthon meg, ö, meg megoldásokon keresztül elérhető energiahatékonyságról.